Sziasztok! Többen kérdezitek, hogy a Mavic Air 2 például tud-e követni, és hát a válaszom az, hogy igen, viszont nem aktív track van már benne, mint a régi gépekben, hanem vizuális alapon, és itt már ők egy kicsit másképpen hívják, de tud minket követni. Ennek az előhozása eléggé egyszerű, bár elsőre egy kicsit nehézkesnek tűnik, mert el van dugva benne. Ugye a többi gép esetén ugye a DJI Go-nál megszoktuk, hogy van rendes gomb, ott megvannak az okos funkciók. Itt ugye a Fly-ban már nincs ilyen, és hogy ezeket előcsaljuk, annyit kell tennünk, hogy a videó felbontást 4K 30fps-re kell állítanunk, és utána szimplán a kijelzőn ki kell jelölnünk az autót, a tárgyat, vagy éppen magunkat. És amikor már zöld kis négyzetbe leszünk benne, akkor jöhetnek az opciók, hogy körözzön körülöttünk, vagy éppen csak kövessünk. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy elsőnek egy lazább, nyugodtabb környéken megnézzük, hogy mit tud a Mavic Air 2, mert hogy ebbe már ugye a követésnek is a ASAP 3.0-as verziója van, tehát hogy ha érzékel egy akadályt, akkor ki fogja kerülni. Ez ugye legelsőnek a Mavic Air-ben jelent meg annak idején. Azt ott ugye meg is mutattam nektek már a quickshotos videóban, hogy elindultam szépen magam felé, és hogyha be volt kapcsolva ez a funkció, akkor nem állt meg a gép, hanem így szépen elolazott mellettünk. Most ezt fejlesztették tovább, és immáron a 3.0-as verzió van benne, amivel azt ígérik, hogy egy nagyon szép követési módszert alkottak. Úgyhogy elsőnek kihoztam ide, itt egy sima kis földes út van, ott baloldalról majd lesznek fák, és hát meglátjuk, hogy szerepel a teszteken. Néztem már róla külföldi videókat, és egészen jól teljesített. Persze volt egy-két necces sztori, illetve hát volt, amikor sajnos szegény Mavic Air koppant egy közlekedési táblán, illetve itt-ott. Azért tudjuk, hogy ez vizuális alapon működik, tehát kamerák dolgoznak, és azért még itt nem kell csodát várni, tehát hogy egy vezetéket, ha úgy esik a fény valamire, azt bizony nem fogja észrevenni. Úgyhogy hát én most ide a távirányítót felszereltem a rollerre, mert hogy azért általában a követést azt vagy akkor szoktuk használni, hogyha egyedül vagyunk, és saját magunkat szeretnénk ugye valahol megmutatni, akár bringázás, vagy sportolás, vagy motorozás, vagy bármi közben. Úgyhogy most nincs itt velem Ákos és Tomi, pont azért, hogy megnézzük, hogy ez egyedül hogy működik, illetve hát itt ugye egy kicsit nagyobb távirányítóról beszélünk, és hát most így egy simán egy madzaggal felkötöttem magára ugye a kormány szerkezetre. A régi gépekhez már ilyen tök jó bringás, meg egyéb tartók vannak, ehhez még annyira nagyon nem, illetve hát meg se érkezett volna. Na de hát én azt mondom, hogy induljunk el, úgyhogy gyorsan összerakom a gépet, és lássuk, mit tud ez a kis gép.
Azt hiszem most jött volna a kis Mavicernek a halála, mert hogy megfordultam, de ő nem akart megfordulni, hanem neki állt tolatni. És szépen beoldalazott, vagyis hát betolatott oda. És ha én most mennék előre, akkor valószínűleg kicsit előrébb jövök onnan. Ott levegett bent a gép ugye háttal, ahogy nekiállt tolatni, ahogy én elindultam visszafele. Viszont pont mellette ott volt egy kis akácva, és hogyha én most elindultam volna arra, akkor valószínűleg ugye ő nem jött volna ki vissza ide az útra, és elfordult volna balra, hanem szépen nekiállt volna oldalazni. És mivel nincsen benne oldalsó szenzor, ezért valószínűleg, hogy azon a szép kis fán landolt volna. Úgyhogy erre legyetek mindig figyelmesek és óvatosak, hogy neki ugye oldalt nincsenek szenzorjai, úgy mint akár ugye a Evo 2-nek, ami brutális teljesítményt produkál. A Mavic 2 Pro-nak, illetve a Zoom-nak ott vannak oldalsó szenzorjai, viszont azok sem mindig működnek tökéletesen, illetve ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ott viszont a használati utasításban benne van, hogy arra nincsen garancia, úgyhogy ilyenkor inkább mindig szálljatok le, vagy manuálisan gyertek magatok mögé, hogy lásson előre, és ne kelljen neki oldalazni. Ez most ugye egy sima track volt, lehet azt, hogy így oldalazzon, itt ugye azt most nem akarom. Én azt mondom, hogy menjünk vissza a kiindulási helyszínre, és onnan folytatjuk. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Meg is volt ez a kis repülős teszt. Én azt kell mondjam, bár túl sok mindent nem láttam a kijelzőből, mert ugye egy arra is figyelni, hogy ne menjek bele valami lyukba, azért láttátok, hogy itt egy kicsit ilyen homokos talajon repültem, vagyis rollereztem, és azért nem akartam elesni. Meg hát azért így a nap is beletükröződött a kijelzőbe, úgyhogy túl sok mindent nem láttam. Ami biztos, ami így elsőre feltűnt ugye hang alapján, hogy sokkal nyugodtabban jött utána, mint az Evo, bár ugye az egy sokkal nehezebb környezetben jött utána, ott ugye belógtak fák, meg gyorsabb tempóval is mentem, ott hallottam azt, amikor fékez és így nyomja neki. Ő gyakorlatilag itt szépen fixen jött nagyjából utánam, legalábbis amennyire láttam, egy-két kitérést tett, és hát itt ugye nem is tudtam olyan tempót menni, úgyhogy ez lett volna neki az első próba, és szerintem tök jól kiállta. Nem szabad elfelejteni ugye azt, hogy nincsenek oldalsó szenzorok, illetve nincsenek felső szenzorok. Tehát, hogyha esetleg egy gajat úgy kerül ki, hogy fölfelé, akkor ott ugye akár belemehet valamibe. Valószínűleg, hogy ezt azért próbálták leprogramozni. Ugye láttam külföldi teszteken olyat, hogy amikor belógott az út fölé egy gaj, akkor ő ott viszont sajnos szintén megállt, és nem merte se fölfelé, se lefelé, se oldalra kikerülni, és szimplán látszódott, ahogy távolodik a bringás rác. Úgyhogy ő rajta azért
valószínűleg, hogy egy-két apróbb helyzet ki fog majd fogni, viszont ugye egy nagyobb tisztás helyen, vagy autót, vagy bármit, azt szépen fogja majd nekünk követni. Sokan szeretitek ezt a funkciót, megmondom őszintén, hogy én ezt szerintem a videókon kívül soha nem használtam, mert nem tudom, valahogy én szeretek kézzel repülni, illetve mégiscsak biztonságosabb az, amikor az ember saját maga irányítja a gépet. És ami furcsa volt például, hogy ugye a távirányítóról már lehagyták ezt a szokásos pauz gombot. Ugye ez még a Mavic Pro, illetve a Mavic 2 esetén is, illetve az Autelivo esetén is megtalálható, hogy van rajta egy kis pauz gomb. Repülés közben bármikor, bármilyen funkció közben megnyomjátok, azonnal megáll a gép. Ugye ezt mondtam is Tominak az Evo-s repülés esetén, hogy figyelje a kijelzőt és legyen rajta az ujj, ha úgy érzi, hogy bármi van, akkor nyomja meg, de Tomi bevállalós volt és nem nyomta meg azt a gombot. Itt viszont nincs ilyen gomb, itt mindenféleképpen ugye a kijelzőn kell megnyomni a stop gombot, úgyhogy itt nekem erre esélyem se lett volna, mert ugye két kézzel fogtam a kormányt, úgyhogy ez tényleg mindent önmagától végzett ez a kis gép. Én azt mondom, hogy simán jó. Csak mérjétek föl mindig az adott terepet, hogy ne legyenek vezetékek, vízisíjelés, vagy hasonló tempójot, azt egy darabig biztos, hogy ugye követni fog. Autót is ugye ilyen 30 km per óráig biztonságosan, utána már azért figyelni kell. Ugye a Mavic 2-n és a legtöbb baleset abból van, amikor nem így fixen állítjuk be a követést, hanem ugye volt a másik mód, amikor itt szabadon jöhet körülöttünk. Ott szokott általában baleset jönni, hogy neki oldalaz valaminek, viszont abban még neki sincs védelme, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljetek. De maga a funkció tök jó, ugye ezt nagyon sokan hiányoltátok a Mavic Miniből, hogy nem tud követni. Hát valószínűleg ott ugye a szenzorok és egyéb dolgok hiánya miatt is, ugye a Sparkban is volt legalább egy első szenzor, hogyha bármi van előtte meg tudjon állni, ugye a Miniből ezt kihagyták, úgyhogy ott valószínűleg ezért nincs is benne ez a rendes követés. Egyre jobban tetszik amúgy ez a kis gép, az applikációt kell még mindig megszoknom, nekem hiányoznak belőle dolgok, meg úgy magából a gépből is, de amúgy jó lesz, tehát hogy aki most veszi meg és most csöppen bele ebbe a hobbiba, illetve akár a DJI részlegbe, az nem fogja észrevenni ezeket a dolgokat, amik nekem hiányoznak. A legszembetűnőbb az a szenzor, hogy nem rakja ki, hanem csak ott a kijelzőnek a zaj és a teteje sárgul el. A sárga az nem is beszél, tehát hogy a DJI Go-ba például a sárga felirat az csak egy figyelmeztetés, hogy vigyázzatok, mert kicsit fúj a szél, vagy vigyázzatok, mert már merül az akkumulátor, vagy valami. A piros az, amit tényleg komolyan kell venni, és itt még ez nem is piros. Tehát, hogy a múltkor ugye játszottunk Ákossal, hogy elé mögé beálltunk, és semmi piros felirat, hogy van előttem, vagy van mögöttem valami, hanem egy nagyon hajszálvékony sárga csík jelzi azt, hogy ő érzékel akadályt, viszont ebből szerintem pont semmit nem látni a kijelzőn, úgyhogy ezt egy kicsit rosszallom még, de hát ha javítanak ezen is. Viszont a kis gép ezt abszolút kielte ezt a próbát. Legközelebb visszük be szerintem oda, ahol az Evo volt, és meglátjuk, hogy majd ott mit produkál. Ne felejtsetek el feliratkozni, és nézzétek meg a többi videóinkat is. Sziasztok! Yeah, 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 yeah.